A palotavárosi Felsőtó mellett az Arkonik nevét viselő új sétányfái teszik szebbé, zöldebbé és fenntarthatóbbá mostantól a környezetet. Európa egyik vezető alumínium hengerműve és öntödéje idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, melyet több hónapos rendezvénysorozat keretében ünnepelnek. A cég elkötelezett a fenntarthatóság, a folyamatos fejlődés mellett, ezért azon dolgozik, hogy értéket teremtsen ügyfelei, alkalmazottai és részvényesei számára. A sétány ünnepi megnyitóján Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a vállalat kiemelkedő és példaértékű társadalmi szerepvállalásáért, a közösséghez való viszonyáért. Ha 80. születésnap, akkor 80 fa elültetése itt a palotavárosi tavaknál. Diákok segítségével, a városgondnoksággal való együttműködésben. Úgyhogy igen, Isten értesse a köfémet cégeket, Isten értesse az Arkonikot, és köszönjük szépen azt, hogy ezekben a programokban a Gaja támogatásával együtt egy civil kezdeményezés közösség támogatásán keresztül is segíti a város fejlődését. Varga Zsuzsanna, az Arkonik Köfém Mill Products Hungary Kft. Ügyvezetője beszédében elmondta, a vállalat elkötelezett a fenntartható folyamatos fejlődés támogatásáért. Idén is több mint 70 millió forinttal támogatta a helyi közösségek működését, ezúttal pedig egy 25 ezer dollár támogatásról szóló vouchert adomány a Gaja Környezetvédő Egyesület számára. Ennek köszönhetően született meg az új sétány. Kiemelkedően fontos az nekünk, hogy itt a palotavárosi tavak környékén a 80 új fával egy Arkonik sétányt is tudunk átadni a városnak, és ezentúl jövő év tavasszal a Köfém Művelődési Ház előtti zöld területen tervezzük majd átadni a Kohász című szobrunkat, ezzel is megköszönve munkatársainknak az elmúlt közös 80 évünket. A Gaja Környezetvédő Egyesület 30 éve áll a környezetvédelem szolgálatában. Legfontosabb küldetései között szerepel a környezeti nevelés és a zöld felületek megőrzése, növelése, melyre Varga Gábor elnök szerint a faültetés a lehető legjobb lehetőség. Ez az adomány a 80 fának az összes költségét fedezte, és a 80 fa város életébe azt nem mondom, hogy egy kisebb erdő is lehetne, de hogyha egybe van, akkor úgy néz ki, mint egy kisebb erdő, úgy lenne. Ez el van osztva három felé. Számomra a fa az a jövő. Az Arkonik dolgozói, az Arany János iskola, az Enc Ferenc iskola és az István Király általános iskola tanulói közösen ültették el a sétányfáit, az adományozók pedig bíznak abban, hogy egykor majd a fiatalok akár családjaikkal együtt csodálhatják a szép környezetet a palotavárosi tavaknál.